Megtartották az I. és Gyula általános iskola színjátszó tagozatának vizsga előadását, mely egyben nyilvános bemutató is volt. A diákok Molnár Ferenc Pál utcai fiúk című regényének színpadi változatát hozták el a Városháza dísztermébe szüleiknek és iskolatársaiknak. A többség 5.-6. osztályos, vannak 4.-esek és 8.-asok is, és a kötelező olvasmány a gyerekeknek a Pál utcai fiú. És szeretik is. És azért nagy hatással volt ránk a Víg Színházban most futó Pál utcai fiúk darab, ugye a Geszti Péter Dés László által írt és zenésített darab, ami nekünk zeneileg is, emberileg is, sokat tanulunk belőle, tanulnak a gyerekek is, és átélik ezeket a szerepeket. Az eredetileg több mint 2 órás műnek most természetesen egy rövidített változatát tekinthettük meg. A történet legfontosabb jelenetei elevenedtek meg a félórás bemutató ideje alatt, tánccal és zenével kiegészítve. A főszerepeket a 8.-os végzős diákok játszották. Én leszek Boka, ugye az elnök, és hát az elején nagyon nehéz volt megszokni, hogy ugye úgymond vezessem a többieket, de hozzászoktam, és szöveget megtanultam, úgyhogy minden úgy volt, ahogy akartam. A szereposztás során kihívást jelentett az is, hogy ebben a fiús történetben a lányok is szerepet kapjanak. Ők játszották a vörös ingeseket, azonban, mint megtudtuk, nem okozott különösebb fennakadást nekik, hogy ezúttal fiú szereplők bőrébe bújtak. Ugye én játszom Ács Ferit, a vörös ingesek közül a vezetőt. Hát igazándiból annyira nem okozott, mert ugye, hogy pont a vörös ingesek, akkor látnak a lányok, a Pál utcaiak pedig a fiúk, úgyhogy ez úgy nem éreztem, hogy okozott volna akármit is. Az általános iskola színjátszó tagozatának évzáró bemutatóját teljes egészében május 28-ai keddi adásunkban tekinthetik meg nézőink.